hogyha ez az állapot van, és igen, ezt nem akarjuk, hogy a gyermekeink, unokáink is ebbe éljenek, mit kell nekünk tenni? Egy átgondolt gazdaságpolitika. De ahhoz, hogy odajussunk, hogy átgondolt gazdaságpolitika legyen, ahhoz váltásra van szükség. Váltásra van szükség. És olyan emberekre van szükség, aki tényleg a népért dolgozik, nem csak egy saját réteget. Úgyhogy ez is örülök, hogy ezen a választáson meg akarja méretni magát. Én úgy gondolom, hogy egy ember, aki végig dolgozta az életét, és egy bizonyos mennyiségű, úgymond vagyonra tetszett, az ezek után az emberekért akar majd tenni valamit, mert hát a jólét meg a biztonság már adott, és egy biztos anyagi háttérrel rendelkező politikus az a népért fog tenni, nem pedig saját magáért. Üdvözlöm, szép jó napot! Kacsó Sárda. Gattyán György. Üdvözlöm. Milyen szép délelőttünk van itt Egerben, ugye a Népkertben vagyunk. Igen. Nagyon szép ez a kis tó, ezzel a kis kőhiddal. Nagyon-nagyon sok fiatal, meg családos jár ki ehhez a tóhoz, mert hát most nem is a legszebb ebben az időjárási viszonyokban télen, de nyáron ez ilyen imponzánsan zöld, meg tele van halacskával a tó, kisgyerekes családok szeretnek ide. De érdekes módon télen is, így, hogy ugye a fák ugye lehullatták lombjaikat, és nagyon jó a hangulata. Igen, igen. Szerintem ez egy tökéletes helyszín a találkozóknak. Azért is nagyon fontos, mert országjáró körúton vagyunk, igen, és most itt vagyunk ugye Heves megyében, Egerben, és arról beszélgetünk emberekkel, az utcán jövő menő állampolgárokkal, hogy vajon nekik mi a véleményük a magyarországi helyzetről? Én egy picit úgy gondolom, hogy egy elhibázott gazdaságpolitika van. Pedig hát azt mondják minden héten, minden hónapban be van jelent, hogy ennyivel és ennyivel nő a GDP. Nem tudom, hogy ezt önök is érzékelik-e? Teljes mértékben érzékeljük ezt a növekedést. Ön érzi? Tehát hadd kérdezzek vissza, ön érzi? Nem. Nem. Látja, ezért vagyunk itt. Tehát akkor önökhöz sem jut le, nem, ugye ez, hogy nem, ez a nagy növekedés. Übörög a gazdaság, de nem érzem. Tehát nem érezném annyira ezt a dübörgést. Vagy legalábbis nálam nem csapódik le, meg azzal a 253 cég, akivel én dolgozok együtt. Szóval több mint 250 céggel dolgozik én együtt, tehát van 250-nyi tapasztalata, 250 vállalkozó, aki osztja az önvéleményét. 30, 40, 50 ember, 10, van két személyes vállalkozás is, de van 150 főt foglalkoztató vállalkozás is. Hogyha lehetne változtatni valamit, kezdjük először Eger környékével. Ön mit változtatna, ha ő lehetőséget kapna rá? Hát Egerben úgy konkrét problémám nincs, nagyon jó polgármesterünk van, harcol az egriekért, tüzönvizen átmegy, igyekszik mindenben támogatni az egrieket. Per pillanat, tehát hozott egy olyan intézkedés januártól, hogy könnyítse a családok életét, hogy a tömegközlekedést ingyenessé tette az egri lakosok számára. Szerintem ez nagyon sok egri megelégedésére. Ez jó hír, és én azt gondolom, hogy ha már erről beszélünk, ugye nagyon fontos, hogy ne csak a polgármester, hanem a területi képviselő is képviselje, ugye mondjuk azt a választókörzetet, ahova ő tartozik. Nem tudom, ön mennyire elégedett a saját területi képviselőjével? Én azt javaslom mindenkinek, tehát hogyha megnézi a saját képviselőjét, és megnézi, hogy hány felszólalása volt az adott évben, meg milyen ügyeket vitt előre, akár a várossal, vagy a körzete érdekében, ott azért elég sok mindent le lehet szűrni, hogy ki mennyire úgymond képviseli azt a körzetet, amiben megválasztották. Általában egy vállalkozás, ugye ön vállalkozik, logisztikával is foglalkozik. Így van. Tehát fontos, hogy legyen forrása, tudjon esetleg hitelt fölvenni. Így van. Igaz?
De belemenne ön abba, hogy mondjuk a vállalkozásának több mint mondjuk 20% a hitelből van finanszírozva, vagy 30, vagy 40, kitenné ennek a veszélynek ön a vállalkozását? Nem feltétlenül. Tehát én azt mondom, hogy egy vállalkozásnak, amit úgy, tehát egy jól szervezett vállalkozó, amiben megterheli a saját cégét, az egy 10-15%, azaz a hitelmennyiség, amit a bér, járulék, egyéb kiadások ki tud gazdálkodni. Tehát tovább én nem mennék. Tehát, hogyha van mondjuk 100 egységnyi bevétele, akkor igen, abból max 15-20 egységnyi számára. Még 20-at se, 15-öt. Akkor, ha egy kicsit nagyobb gazdaságot nézzük, mondjuk legyen igen, Magyarország, hiszen az is igen, gazdaság egy részben, igaz? Hiszen üzemeltetni kell az országot pénzügyi szinten. Akkor ön szerint a mi államadósságunk az 15%? Nem. Durván olyan 86%. Lehet, hogy ez most a legmagasabb az elmúlt 20-30 évben? Szerintem igen. Mit mondana, ha önnek lenne egy cége, akit egy ügyvezető vezet, és a 15% helyett 80%-os hitelből gazdálkodna? Mit csinálna ezzel a vezetővel? Hát, hogyha ha én lennék a cégvezetője... Hát ön a tulajdonos, és önnek van egy vezetője. Akkor én elég gyorsan rendelkeznék arról, hogy eltávolítsák a székéből ezt az úriembert, mert ez egy felelőtlen dolog. Akkor én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, és ennek hangot adjunk, hogy emberek hallják és lássák, hogy ez minden vállalkozó fejében megfogalmazódik. Én azt mondom, hogy a vállalkozók 85%-ában megfordul, durván annak a fele mer hangot is adni, a másik fele meg nem mer hangot adni neki, mert fél a retorziótól. Ugye nagyon érdekes, hogy félünk a retorziótól, amit igen, ugye ön is említett. Egy jogállamban. De hogy lehet, hogy félünk? Tehát miből jön ez a fél? Mi történhet, hogyha az ember hangot ad? Hát, ha hangot mer adni, akkor esetleg munkát veszít el, esetleg az adott céghez nem tud beszállítani, esetleg, tehát nagyon sok olyan hátrány érheti, ami mondjuk a vállalkozását nehéz helyzetbe hozza, vagy akár ellehetetlenít is. Hogyha ez az állapot van, és igen, ezt nem akarjuk, hogy a gyermekeink, unokáink is ebbe éljenek, mit kell nekünk tenni? Egy átgondolt gazdaságpolitika. De ahhoz, hogy odajussunk, hogy átgondolt gazdaságpolitika legyen... Ahhoz váltásra van szükség. Váltásra van szükség. És olyan emberekre van szükség, aki tényleg a népért dolgozik, nem csak egy saját rétegért. Úgyhogy ez is örülök, hogy ezen a választáson meg akarja méretni magát. Én úgy gondolom, hogy egy ember, aki végigdolgozta az életét, és egy bizonyos mennyiségű, úgymond vagyonra tetszett, az ezek után az emberekért akar majd tenni valamit, mert hát a jólét meg a biztonság már adott, és egy biztos anyagi háttérrel rendelkező politikus az a népért fog tenni, nem pedig saját magáért. Mert azt szokták mondani, hogy minden szentnek maga fele hajlik a keze. Én úgy gondolom, hogy egy jó üzletember, aki átlát a gazdaságpolitikán, helyre tudja hozni ezt az országot. Úgyhogy ezért örülök, hogy megméreti magát. Érdemes lenne ezt közösen csinálni. Én partner vagyok benne. Rázunk erre kezet. Kedves Sándor, köszönöm szépen. Ha már említette, hogy igen, partner, ugye minden választáson ugye szükség van választókörzeti képviselőkre. Igen. Mi lenne, ha ön elindulna ebben a választókörzetben képviselőnek, hogy közösen a gyermekeinknek, az unokáinknak a jövőjét biztosítsuk? Már volt ilyen gondolatom, hogy induljak. Még ezt azért a családdal végzél. Családdal egyeztesse, aludjon rá egyet, de én azt gondolom, hogy nekünk, akik igenis látják, hogy az országot ki lehet húzni ebből a kátyúból, ki lehet, össze kell fognunk, és el kell indulnunk a választásokon. Tehát a társadalom is úgy működik, mint egy óra. Hogyha egyik fogaskerék tolja előre a másikat, akkor abból haladás van. Az egyik órának a fogaskereke csak akadozik, az lerombolja a többi fogaskereket, és az nem fog működni az óra megfelelően. Akkor kérem, egyeztessen a családjával, és holnap folytatjuk az egyeztetést. Köszönöm szépen viszontlátást.